Sziasztok, Peti vagyok innen Rómából, és egy nagyon fontos, sokáig gondolkodtam rajta, hogy ezt megcsinálom ezt a videót, de aztán így munka után este felé megy le a nap, úgyhogy gondoltam, hogy mégiscsak megcsinálom ezt a röpke videót. Szóval ebben az évben gyakorlatilag fel kell pörgetnem maximumra a mezőgazdasági tevékenységet. Két fő pillére lesz ebben az évnek a tevékenységemnek, az egyik az, hogy körülbelül szeptember októberre szeretném elérni azt, hogy hogy beinduljon minden, amivel már most, január-februárban elkezdek foglalkozni két fő dolog. Az egyik a gombatermesztés, főként laska gomba és porcsini mm, vargánya. Szeretnék, az a, az a magyar megfelelője, szeretnék termelni. De ezt nem csak már magunknak hanem szeretném azt, hogy eladásra is nagyobb tételben. Természetesen a fő, a, a fő dolog még mindig, tehát hogyha nem jön össze, az annak mindenképpen össze kell jönni, hogy nekünk megfelelő mennyiség legyen. Ezért már a holnapi nap is, talán holnap-holnap után már forgatom a gombatermesztés házilag harmadik részét, újra le kell forgatnom sajnos, de azt majd akkor. Illetve a másik, ami fontos, és ez, a, ez most a jelentős, Csirketartás, illetve tojás. Tehát a tojás és a gomba tojás eladás, már e, szereztem rá e, kapcsolatot, e, akik el tudják adni forgalomba hozni, stb. Úgyhogy ennyi. Na most, terveim szerint naponta 100 darab tojás kell. Hát ez az irány. Tehát hogyha mondjuk nem jön össze csak 40-50, ugye ez nem rajtam múlik, hanem e, a csirkéken. Úgyhogy, de ehhez hány csirke kell? Én úgy gondoltam, hogy körülbelül 200 csirke az elég. Most mivel nekem ezt majd a csirkés videóban el fogom mondani, hogy nagyon nagy problémám, hogy nem volt kakasom, most már van az ernő, úgyhogy ernő a kakasom már remélem tenni fogja a dolgát, de nincsen termékenyített tojásom. Úgyhogy nekem gyakorlatilag azokat a tojásokat, amiket beszerzek, az pénzért fogom beszerezni, de szeretném minél olcsóbban megoldani az egészet. Úgy, hogy most jön a következő, gyakorlatilag szedegetem össze a flakonokat, az út széléről, meg mindenhonnan, ahol éppen találom. Ez például egy olyan flakon, ami ez a irodákban szokták használni, ez a vízes ez a vizes tartály. Jó, ebből kétféle van, van a kerek és a szögletes, ebből egy pár darab szögletest különtettem. illetve van egy másik fajta, bocsánat, egy másik fajta ez, hát ez a szódás szifon, tehát ezt meg sörözőkbe, bárokba, szódás szifon, és ezek, e, e, erre nekik nincsen szükségük, ez majd egy teljesen más dolog, erre más találtam ki. Ami a lényeg, az ez. Ez a fajta flakon. Ezekből a flakonokból szeretnék csinálni körülbelül négy vagy öt darab, keltetőt. Tehát elektromos fűtés lesz benne, illetve a fűtéssel és a szigeteléssel fogok játszani, nem egy egyszerű dolog, ne olyan egyszerűre, ne olyan egyszerűre gondoljatok, hogy csak beteszem a tojást és kész. Szeretnék ezek, ezeket használva kikeltetni tojást, minimalizálva a, a befektetett pénzt. A befektetett pénz az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy mivel szeretnék 200 csirkét, ezért gyakorlatilag, mivel nem tudjuk, hogy a tojásból ö, két nagy probléma van, ugye a keltetett tojásból ö, nem mint csirke lesz, hanem lesz kakas is. Úgyhogy ö, számolok egy bizonyos arányjal, úgyhogy úgy gondoltam, hogy a 200 csirkét szeretnék, akkor kell legalább 300 darab tojás. Na de hogyha 300 darab tojás van és tegyük föl jók az arányok és 200 csirkén van és 100 kakasom, most ez egy kicsit durva lenne, ez sem igaz, ugyanis lesznek olyan tojások, ugye, amik nem kellnek ki, befulladnak, vagy éppenséggel bezápulnak, mert mégsem voltak megtermékenyítve, stb. stb. szelektáció, tehát plusz még erre is rá kell tenni. Én úgy gondoltam, legalább egy 50 darabot rá kell tenni. Tehát 350 darab tojás. Na most 350 darab tojás sem lesz elég, mert ez sem lesz jó, ugyanis Uh, ahogy lesznek majd a kis csirkék, mire fölnőnek, lesznek elhullások, lesznek uh, legrosszabb esetben betegség, amit nagyon nem szeretnék, de szerintem uh, mire uh, kikelnek és megszületnek addigra nem lesznek már ilyen problémák, hogy hideg lesz. De az a lényeg, bármi lehet. Jöhet a róka, jöhet, itt uh, tudom én, patkány például elvihet, és a többi, nagyon-nagyon vigyázni kell. Hogy mindent meg fogok mutatni ebben az évben. Folyamatosan jönni fognak a videók. Először is és ez nagyon fontos, nem csak mezőgazdaság, ebből a tartályból be fogom mutatni, hát ha sikerül, azért nem akartam ezt a videót így megcsinálni, előre beharangozom, mert, de mindegy, megcsinálom, hogy hogyan csinálok belőle keltetőt automata keltetőt, tehát kell hozzá egy termosztát, az egyszerű 12 voltos termosztátot fogok beletenni. Fűtés, szigetelés, hogy a fűtés minimalizálva legyen, és itt jön a trükk, ugyanis egy ház fűtését nagyon-nagyon megkaptam mindig ez a fűtés nélküli házas videómban, hogy ez mekkora hülyeség, meg nem létezik, meg stb. De igenis létezik. Édeseim, úgyhogy lehet nyugodtan gondolkodni. Egy ház szigetelését is lehet ugyanúgy növelni, illetve e, biztosabbá tenni, és onnantól már csak hőmegtartás. Jönnek majd a videóim, és akkor ezen bemutatom. Ez úgy fog működni, mint egy ház. Ebben nem 24-25 fokot kell csinálni, mint egy normál házban, hanem a 38 fokon kellnek a tojások tehát meg kell csinálni. Nem szabad, hogy elmenjen a, a meleg belőle, mert behalnak a tojások, meg kell csinálnom. Muszáj leszek addig kísérletezni, és amikor a kísérletek készen vannak, reményeim szerint körülbelül egy hónap, kezdődhet a keltetés, tehát körülbelül azt mondom, hogy február közep-február vége fele el is kezdődhet a keltetés. 21 napra kelnek, úgyhogy talán február vége, március első felében már tudok is mutatni keléseket akkor tehát úgy számoltam, hogy ezekből a tojás adatokból körülbelül 400 darab tojás. Ugye? 400, 200, 300, 350, körülbelül 400 tojás kell nekem. Na most, már meg is van, hogy kitől fogom venni. Hát nem tudom egyszerre megvenni, mert nála nincs annyi. De mondjuk egy napi 20-at tudok venni, tehát egy héten fogok tudni kikeltetni százat és a 100 dolog pedig 50 centért ad egy darab tojást, tehát gyakorlatilag 50 eurómba fog kerülni 100. Ez azt jelenti ugye, hogy ha akarok 200 csirkét, 400-400 tojást akarok venni tőle, akkor ez azt jelenti, hogy 200 euró, tehát körülbelül 70 ezer forintban lesz bennem. Na most 70 ezer forintért meg ki tud venni úgy, hogy 200 darab csirke, és még kakas is lesz belőle. Tehát ez azért fontos a kakas, ugyanis annyi kakassal meg nem lesz szükségem, úgyhogy kakas húst fogunk enni, nem csirkehúst. Majd, amikor éppenséggel akarunk enni, nem szoktam csirkét meg kakast vágni, csak úgy passzióból, de ezt majd el fogom mondani, de most ugye ez lesz muszáj beindítani egy gazdaságot, közben mellette még szeretnék malacot, kismalacot, szeretnék kecskét, aminek most már ezekre nagyon jó esély van, és fogalmam nincs hogyan kell bánni egy kis kecskével, de szerintem rá fogok jönni, ugyanúgy, ahogy a nyulaknál, úgyhogy ezeket majd meg kell csinálnom. Ez a lényeg, úgyhogy nagyon-nagyon el vagyok havazva, de azért jövök és csinálom a videókat. Fűtés, hűtés téma, elektromos, illetve nem is elektromos, először olyanokat fogok elmondani, különösen ebből kiindulva, de minden más is lesz, milyen olyan fűtés, illetve hűtési eljárások vannak egy házban, amit bárki megtehet, mégsem kell hozzá elektromos áram. Se benzin, se gáz, se semmi nem kell hozzá. Hát mondjuk hülyeség nem az, hogy nem kell hozzá, meg kell hozzá valamit csinálni egyértelmű, de olyan, amit beteszel folyamatosan, például szén, zemű, valamilyen kazán, vagy valami, tehát nem lesz fűtés nélkül, mégis tudod fűteni a házadat, ez egy kicsit hülye hangzik. Illetve hűteni is tudod a házadat nyáron, a nagy, büdös melegben, tudod hűteni a házadat úgy, hogy semmilyen klímát nem laksz bele, sőt, ez egy elég megdöbbentő dolog lesz, 8-10 fokot le tudsz venni az addigi hőmérsékletből. De ezt majd akkor. Nagyon pofon egyszerű, nagyon egyszerű dolgok lesznek. De most ez az első dolog, ebből csináljak, elkezdem tesztelgetni, már ma este is, fúrok rá egy lyukat, így fog indulni az egész. Belógatok egy kis gázos, tehát halogén izzót, megnézem 12 voltról egy, mennyit fogyaszt, kettő, mennyire tartja bent a hőmérsékletet, mennyi hőmérsékletet csinál és mit tud tartani, milyen külső hőmérséklet mellett, ez egy kicsit sok, sok infó lehet, de ha visszanézitek a videót, akkor majd rájöttök, hogy ezek kellenek. Illetve milyen szigetelést válaszok kint, illetve az már megvan, hogy milyen szigetelést fogok választani, inkább az, hogy milyen vastag lesz, mennyire fogom megtartani, hogy fogom lezárni. És uh, hogyan fogom használni. Mert uh, ott is vannak nagyon nagy trükkök. Jó és mivel hűtés és fűtésre fogok rámenni, elindítom azokat a dolgokat. Nagyon sajnálom, nagyon sok helyre bementem, sok engedélyt kértem, sehol nem kaptam, hogy bemenjek egy boltba és elmondjam, hogy, hogy itt házilag a kertben fogom megoldani a hűtő, hogyan működik egy hűtőgép, de nagy füst lett itt, hogyan működik egy hűtőgép, hogyan lehet a hűtőgéppel spórolni, hogyan lehet az automata mosógéppel spórolni, hogy minél kevesebb elektromos áramot fogyasszon. Jönnek ezek a részek, remélem majd mindenki talál benne valamilyen infót. Ez egy kicsit, ez csak egy ilyen beharangozó volt, ez a keltetős dolog, de ez a lényeg. Ha minden összejön nekem, akkor majd buli lesz majd augusztus 20-án, augusztus 20-ára csapok itt egy bulit, hogyha összejön és tényleg lesz 200 csirkén, meg mit tudom én 100 kakasom, meg stb. És jön a napi 100 tojásom, akkor az nekem azt jelenti, hogy egy egész szép kis eh, eh, normál embernek eh, ez egy egész szép eh, kis eh, havi megélhetés lesz, de emellett még lesz gomba is, és a gombát azt még nem tudom, azt még nem néztem utána, pedig a gomba az azért simán megy nekem már. Jó, úgyhogy az, hogy eddig volt, ez egy nagyon nagy lépés nekem, az, hogy eddig volt, amit tudom én 20-30 csirkém, most jelenleg olyan 16-15 van, mert a tavalyi róka az el, elvitt elég sokat, tehát borzalmas volt. Ö, ez egy nagyon nagy lépés lesz nekem, teljesen másként kell gondolkodni, hogyha valaki 200-300 csirkét akar, mint hogyha csak 20-30 csirkét, de be fogom mutatni, és mivel én mindig azzal foglalkozok, hogy lehetőleg minden ingyen legyen, hulladékokból rakom össze, stb. De ebben az évben már arra is figyelek, hogy azért pofás legyen, tehát ne csak ilyen szeretvedett dolog, ahogy eddig, hanem újraépítek mindent, nyúlketreceket, és stb és fölfejlesztem az egész vállalkozást ebben az évben. Ebbe fetszölök most bele energiát és kicsi pénzt. Köszönöm, hogy velem voltatok. Ciao a tutti, puszi mindenkinek.